Hello mindenkinek, ez itt a Condemned 2 Bloodshot végigjátszásának legújabb fejezete, amelyben most haladunk tovább a második pályával, ami ugye a Preston Hotel lesz. Na, most újra... Újra együtt vagyunk a rendőrökkel. Itt van az új csapattársaink, és akkor most megpróbáljuk kideríteni ezt az egész őrületnek a hogy ki volt a dologban. És most nagy nehezen, de együtt kell dolgoznunk. Na, most a bal, most plusz a pálya végére, az előző pálya végére most kaptunk, 100%-osan kivittük, akkor megkaptuk a boxert, aminek segítségével erősebb sebzést tudunk beadni bal kézzel. Let's get one thing straight, Mr. Thomas. You're here to help us locate and identify Malcolm Van Horn. Nothing more. Ja, Valcomot is kell követnünk. What the hell is your problem, Dorman? You're a drunk and a liability. Here, take a moment to get familiar with your weapon. Elég érdekesen adtad oda, de kaptam egy shotgun tőle, köszi szépen. Illetve itt van ez a másik fószer. Igen, ezt előzőleg is tudtam, most kaptuk meg a hivatalos tutoriált a tűzfegyverekkel kapcsolatban. Fire or combat, use the right trigger to fire. No shit, Sherlock. Note that ammo is limited what can be carried in a firearm. Ezt is tudtuk, hogy... Csak annyi lőszer van benne, amennyit találunk benne. Tehát most fullosan vagyunk, összesen 6. Úgyhogy ebből nem lesz több. Ja, és felejtsétek el a célzókát, mert zoomolni nem tud. Alright, we're going in from the top. Phone records indicate the call originated from this area. According to the message, a body, possibly two. Ja, Leroux. Leroux-nak hívják. Leroux és Dorland. Na. Kövessük Dorlandet. Nézzük körbe, hát ha van itt valami. Semmi különös. Okay, team, prepare for entry. Stand clear of the door. Egy pillanat. Oké, nincs itt semmi. Aha, és akkor vannak ezek az SCU-s szekrények, a lockboxes. SCU lockboxes are scattered throughout the city and are typically filled with medical supplies, ammo and firearms. Most boxes are fitted with satellite transmitters and can easily be found using a CU-issued GPS. Szóval vannak ezek az SCU által készített szekrények, amikben elcsomagokat, lőszert, illetve tűzfegyvereket fogunk ott benne találni, tehát full föltöltve, és lesznek olyan szekrények is, amiket az SCU által adott GPS-szel be tudunk koordinálni, és letapogatni, és utána gyorsabban, könnyebben meg fogjuk találni. És ezek állítólag mindig nyitva vannak. És ezek megállás nélkül újra tölthetőek. Tehát nem az van, hogy egy pillanatra el fog fogyni, vagy lehet. Na mindegy, az 5-ből kaptam 8-at. Igen, nézzük. 3 hangszóró, 4 antenna és 5 reakció van. Erre nem mehetünk. Jó, benn vagyunk. Hú, láttátok a Rec 2-t? Oké, hogy az nem volt jó film, de nagyjából nagyon emlékeztet a izé. Drogfüggők vannak itten.
Bedpost. Ja, igen, ezt a ágylámpát tudjuk használni fegyverként. Vagy bedpost. Okay, let's keep moving. Oké, ez tiszta. Tehát nem halott madarakat, meg fénydarabokat keresünk, hanem antennákat, tévét, rádiót. Ó, valaki főzte a drogot, a metát. Metamfetamint. Hú, jó buli lehetett. PD2-ben is milyen nehéz volt ugye gyűjtögetni őket. Elkészíteni. Ó, lehet inni. Hagy húzzak már egyet. Ez egy éger. Ez lehúzza a boroskólát, öcsém, az kemény. És akkor van itt egy jobb oldalon egy mérce, az alkoholmérünk, hogy van bennünk anyag, és egy kicsit olyan buva bélelve látjuk a dolgokat. 511-es szoba, nézzünk befele. Hát, ha van itt valami! Oké, csak figyeltem, nem ijedtem meg, csak figyeltem. Hogy semmi. Nézzük, itt van itt valami? Nem. Nem, ez a bedpost, ez a ágyoszlop, ami az ágyak sarkában szokott lenni. Még a WC csészét is. Hát beszarok. Hát miért csodálkozik a szekrényajtó, meg az iskolapad után, én már nem csodálkoznék. Ez nem nyílik. Na gyertek! Ó! Oh. Kösz, barom. Csak lassan. Hello! Meg se kottyan neki. Ó, oh, akció! Nem nyílik. Várjunk. Ez se. Ott volt valaki. Látlak, köcsög, ne bújjál. Hi! Na te voltál az! Mi ez? Van ilyen, hogy kivehetjük belőle az ammót. Nagyon állati. Csak egy kérdés, hogy ez... Aha, ez erősebb. De viszont csak 5-öt tudunk magunkkal vinni, hát inkább a több ammó. Viszont ha meg hosszan lenyomjuk az át, akkor a maradék ammót ki tudjuk venni a másik fegyverből. Ez mekkora már, ez nekem tetszik, ez nagyon tetszik. Na ez a pro taktikázás, öcsém. Nyissuk már ki, itt mi van. Villany nem működik. Most hát működik, csak nem tudom kapcsolgatni. Na? Ó, hello. Én fullosan vagyok mindenből. Ez eddig jó. Ezért milyen már, hogy egy fokkal erősebb a WC csésze a izénél, a shotgunnál. Na nézzük. Ah, van tévé. Na, végre. Hüha. Oké. Okay. Nézzek egy kis videót. Ó, hírek. Jó estét. Ennyi? Kicsit, mint hogyha ez a Tony egy kicsit olyan
elizélődött lett. Kicsit így belett volna lassúval. Tehát biztos, hogy valami nagyon bekavart. Hú, itt volt valami. Ezt nem nyílik, akkor nyilván erre kell majd menni. Le kell ugrani. Jó. Ez nem nyílik. Anyádat, jezgest! Itt futottak mögöttem, azt hittem tényleg van itt valaki. Na. Ez két holteste van szükségünk. Az egyik Verhon, a másik meg egy rendőr. Egy 38-os kaliberes kézipi revolverrel lőtték le. Ja, és akkor tudunk beszélgetni. Are you ruling out other weapons? Any officers reported in any area during time to the of the call? Or... Most választhatunk a válaszok között, hogy are you ruling out other weapons? Tehát, hogy tudsz más fegyver használatról. Any officers reported in the area during time of call, hogy a hívás ideje alatt volt a területen más rendőr, akik ott tevékenykedtek, vagy tudósítottak, illetve a 38, the 38 caliber weapons are also known to jam right. Tehát, hogy tudják, hogyan kell jammelni. 38 caliber weapons are also known to jam, right? Not that I know of. Alright, let's move on. While reviewing the recording, I came across a rumbling noise in the background. It was faint, but when I cross-referenced the sample to known sources, I was able to narrow it down to a passing commuter train. Fú, itt nagyon kell angolozni. Tehát volt valami, a izével, meg kár, hogy nem lehet visszahallgatni a mondatokat. Tehát volt olyan vonatos dolog. Are there trains still operating as part of the town? Tehát, hogy még működnek ott a vonatok abban annak a részének, a város annak részén. Is there a commuter train that passed near the hotel? Tehát volt egy olyan vonat, ami ott a hotel közelében volt? Were there any trains in operation during time of the call? Az akció alatt és a hívás alatt volt akció alatt vonat? Valami ilyesmit jelent el. Is there a commuter train that passes near the hotel? Yes, Metro Transit Rail passes by the north. Aha, észak felé ment egy. Proceeding to the hotel. Aha. Copy that, search team. Szóval vannak ilyen értékelések. Szóval az első az nem volt jó. What the hell are you planning on doing? Taking a shortcut now. Step back. We can access the main lobby through here. I'll go first. Szóval kaptam egy 4-est. Oh. Most én jövök. Jaj, pont most szakadt le alatt. Megadom. Húsz, majdnem ránsz. Elvesztettük a kapcsolatot. És a fegyverem is oda lett az esés alatt. Úgyhogy most puszta kézzel vagyok már megint. Senkiben nem tudok beszélgetni, de majdnem rám esett egy lift. Menjünk a lobbiba. Oké, ezt tudjuk. Ott találkozunk Dorlandel és Lerullal. Ott mentem el elmenni valakit. Hello! Osztod-e mekkora? Mekkora melák, rohadjál meg! És ilyen láncos van a kezé, a kezére szereve, olyan, mint a Kratosnak a kezei. Az anyád, abba!
Rohadjál meg! Van itt valami? Semmi. Ezt nem tudok tovább haladni. Egy szakasz oda. Ó, azt nem tudom letépni? Nem tudom letépni. Amikor ezt az ikont meglátjuk, akkor ez a spektrométer. Your spectrometer can detect and track suspicious sound sources. To use, access your tool inventory by pressing and holding X and then select spectrometer. Use the spectrometer to locate the sonic emitter. Ja, szóval ezzel a spektrométerrel, tehát nem a gáz szagokat lehet bekódolni, betrekkelni, hanem a hangokat, a furcsa zaj hangforrásokat. Ezzel tudjuk bekövetni a sound emittereket, ugyanúgy, mint az első részben, ott a szagokra lehetett rámenni, és hogy a madártetemeket lehet egyből kiszúrni, ezzel a szónikus hangszórókat lehet. És azt az ikont meglátjuk, akkor a spektrométerre kell rámenni. És akkor 50 decibel. 60 decibel. Ott van a hang. Megvan a hang. Van GPS. Oh, lehet látni, hogy hova kéne menni. Szóval arra kell majd menni. Van a kamera. Ezzel is lehet fotózni. Aha. Ezzel lehet éles... A bal analoggal lehet élességet váltani. Meg zoomolni. Aztán a jobb analoggal lehet mozogni, és az X-el lehet kilépni. Aztán az UV-fény. Hú, az mekkora volt az UV-fény annó. Tehát van ez az egy kütyünk, ami mindenre jó. Jó, rakjuk el, és akkor valamivel szedjük szét. Ó, lehet látni a boxet. Ó, ott egy szekrény. Ez az, jó van. Kettő is van, úgyhogy nagyon örülök. Tégla. Na hát, hogyha nem lettem volna hülye, akkor most ezzel megoldottam volna a helyzetemet. Még egy metamfentamin főző részleg. Erre nem is tudok menni. Na várjál, vegyük el a cuszti-muclit. A GPS-t. Aha, tehát ez a narancsága X jelezte a szekrényt. Jó. Hát akkor... Most megvoltunk itt. Csak akkor tudjuk elrakni, hogyha megnyomom az X-et. Most erre voltam. Itt bunyóztam. Ha erre kellett tovább menni. Közelharci fegyver kéne, de nagyon gyorsan. Bebozütő! Az igen! Friendly fire! Ne tontoljál nekem, szóljál be! Nem csináltam meg rendesen. Basszus! Na még egyszer! Nem csináltam meg! Azaz!
Egészségedre! Vagyok még. Aha, kint folyamatosan megy az akció. Fókuszáljunk a küldetésre. Hát kösz. Soti! Ja, van célzást! Jaj, de elfelejtettem. Aiming mode. To bring a gun up and increase accuracy, press and hold the left trigger. Your alcohol withdrawals cause jitters, so find a drink, smoke when it is to calm your nerves. Szóval, ha van alkohol bennünk, akkor egy kicsit jobban tudunk célozni, de mindegy, a hosszú bal ravasz lenyomásával tudunk célozni. Szóval akkor mégis tudunk célozni. Érted? Kupakostul issza meg a jégert. Aha. Sokkal határozottabban tudunk lőni. Ki is tudunk fulladni, akkor még sincs megállás nélkül. Anyádat! Lelőttem a fejét. Add azt ide! Uzi. Aha, ezzel is lehet célozni. Mindegyike lehet. Ah, nincs. Hallok valamit. Mr. Thomas. Stop worrying. I'm in the main lobby. Ó, oh, itt van fölöttem. Anger management, tehát az ideg kezelése. Aha, you expressed a wide range of emotions. Szóval kétszer sokszor használtam a responzot. Aha. Kész. Az eddig... ez már a második hangszóró volt, de nagyon kevés tévét találtam meg, és szavamra itt van a következő. De ennek nincs antennája, úgyhogy ezt szoptam, úgyhogy ezzel nem tudok semmit csinálni. Bébozütő, ezt szépen átoljuk. Mondom. Ja, átkúszunk rajta. Oké. Okay. Felébredsz? Forensic investigation. The goal is to find evidence, decipher clues, and make observations that answer a forensic task. To get started, approach the body and press A to study evidence. Szóval vannak ezek ez a madár ikon. Ez azt jelenti, hogy amikor valami holttestet találunk, akkor néha vannak ilyen, amikor holttesteket kell megvizsgálni és bizonyítékokat szerezni. És akkor ez a madár ikon jelenik meg. Glad to hear you're still with us. What do you got? A dead body.
Okay, let's try and make an ID. Mm-hmm. Ebben a jelenetben, in this scene, you're asked to find three pieces of evidence that best identifies the victim. Begin by examining the victim's face. Szóval, éppen ez most egy tutoriál. A testrésznek három részét kell azonosítani, hogy kiderítsük ki az áldozat. Ki a holttest. Na. Akkor megjelenik ez a szemikon. Nézzük meg először az arcát. Ha. És kideríthetjük, hogy ez egy adolescent male, adult female, tehát nő vagy férfi. Tehát egy idős férfi, idős hölgy, felnőtt, vagy egy fiatal srác. Hát ez egy felnőtt férfi, nyilvánvaló. Látszik a ráncok a homlokból. Igen. Note that your selection has been added to your evidence list. Also note that number of evidence required has been updated. Szóval azt tudjuk eddig, tehát közben frissül az adatbázisa a holttestnek. Jó. Now find your second piece of evidence by examining the victim's clothing. Na, most a ruhát kell megnéznünk. Red sweats, stained overalls, police uniform, business suit, ready street clothes. Tehát nyilvánvaló ez egy police uniform is. Good. Now find your final piece of evidence by examining the badge on the floor. Note that some objects can be picked up for closer inspection. Illetve most azt kell megnéznünk, hogy az utolsó darabot, ami a jelvénye, ami a földön van. És azt úgy tudjuk még jobban közelebbről megnézni, hogyha magunkhoz is vesszük. Na nézzük csak. Aha, végig hosszan kell nyomni a bal triggert. Nézzük. Ez egy jelvény. Aha, tehát most vissza tudtuk rakni, hogyha a bal jobb D-padot használtuk. Még egyszer. Szóval ez. Igen, most azt kéne néznünk, hogy egy 48... Ez már vissza magadhoz. Szóval azt kell néznünk, hogy ez egy 48-as... Szóval ez egy 48-as számú biztonsági jelvény, vagy 46-os, vagy 45-ös és 46-os rendőrjelvény, vagy egy 49-es ismeretlen jelvény, de lehet látni, hogy police 46, szóval ez egy 46-os rendőrjelvény. Oké. Okay. Submit. Perfect! Male police officer. Service number belongs to a deputy Dennis Black of the Metro. Dennis Black, a metro rendőrségtől. According to dispatch, he's been missing for almost 2 days now. Két napja veszett el. Meg kell néznünk a halál. Most meg kell vizsgálnunk, hogy mi történt, hogy mitől halt meg. Na most közelebbre meg kell néznünk a testet. Examine the blast closely and look for the evidence that will help you determine the cause of death. Tehát ebben jobban megnézzük, hogy mi okozta a halálát. Jó. Nézzük. Azt látom, hogy van itt egy trauma pont. És akkor head, leg, arm, torzó. Hát ez egy torzó. Gunshot wound. Tehát, hogy ez vagy egy lövés. No, the evidence can be stacked. This means that choosing selection may lead to additional choices. Gunshot wound, knifing wound, burn wound, bludgeon wound, or chemical wound. Tehát kémiai sérülés, bludgeon, ez nem tudom mit jelent. Burn, ez tehát égési sérülés, szúrási, tehát késnyoma, vagy lövésnyoma. Ez nyilvánvaló, hogy ez egy lövés. Illetve ez kintről, vagy bentről jött. Hát a nyomokból látszik, hogy ez olyan seb, ami kifelé jött ki. Hogy látszik a ruhából így kinyílik, mint a virág, tehát ez kifelé jött. Tehát melbelőtték, és puf, hátulról jött ki a golyó. Perfect. Yes. I'm guessing the shooting is connected to our investigation somehow. Has the body been moved? Is this the crime scene? Aztán most jön az a kérdés, hogy fogták a testet, és egy máshol ölték meg, viszont ide húzták, vagy nem húzták ide. Most jön érvénybe az UV-fény. Nézzük csak. Igen, ezt minden bizonnyal húzták.
blood trail, pool, splatter, droplet, smear, tehát a vérnek a különböző verziói, hogy egy csak egy paca, csak foltok, meg ilyesmi. A trail az maga az, amit húznak, az, ami amikor meghúzták. Blood trail, victim has dragged, carried and crawled. A drag szerintem az, hogy vonszolták, a carried az, hogy cipelték, a crawled az meg, hogy maga mászott ide. Hát most, hát nyilvánvaló, hogy ezt húzták. De ha kezében volt, akkor nyilvánvaló, hogy szerintem ez mászott. Szerintem ez mászott. Perfekt, maga mászott ide. És lehet, hogy Van Horn lőtte le? De, vagy ez volt a maga játéknak a prológusa, hogy ő menekült valami elől. Tehát nyilvánvalóan, hogy másik lőtte le. Van Horn csak menekült. Na, hát akkor nyilvánvalóan erre felé kéne tovább haladni, csak itt szép van kotorva az út. Nem tudok átnépni. Akkor... mi van most? Kövessük a vérnyomot. Ó, el kellett volna pusztítani a labort, a metalaborokat. Na, akkor ezt most szoptam. Mindegy. Utólag tudtam meg, úgyhogy ennyi.